kormány által 2001-ben létrehozott Diákhitel Központ ZRT július 1-től 1,99%-ról 4,99%-ra növeli a Diákhitel 1 kamatát, ami 2,5-szeres emelkedést jelent. A Diákhitel 1-et, más néven a szabadon felhasználható diákhitelt évente akár több ezer fiatal is igénybe veszi, hiszen aki felnőtt képzésre vagy OK-ra jár, és nem engedheti meg magának, hogy saját zsebből fizesse, annak nagy segítség ez a hitelforma. Fontos kiemelni, hogy a jogszabályok tiltják, hogy a diákhitelek kamatjából üzleti haszon keletkezzen, illetve meg van határozva, hogy a diákhitelek kamatát fél évente emelhetik, de ezt legkésőbb az új kamat bevezetése előtt egy héttel kötelező napilapokban és a cég honlapján megjelentetni. Ennek ellenére csak két kevésbé olvasott napilapban jelent meg. A diákhitel.hu-n 4 nappal a hatályba lépés előtt a közlemények között csak az új vezérigazgatóról, dr. Rákosi Balázsról olvashattunk, aki egyébként Szájer József és Varga Mihály kabinett főnöke is volt, a Pfizernek Budapesten és Brüsszelben is dolgozott, valamint a MOL vezető jogtanácsosa, és ezeken kívül államtitkár is volt 2 cikluson keresztül. Igaz, a tegnap előtti nap folyamán kiadtak egy közleményt, de egy héttel a hatályba lépés előtt a 2,5-szeres kamatemelésről csak egy becsillagozott, apróbetűs részben olvashattunk. Elfogadhatatlan, hogy amíg a 2023-as költségvetési törvényjavaslatban röpködnek a milliárdok, például a közmédiára, addig megint a fiatalok terheit növelik. A Mi Hazánk ifjai nem támogatja, hogy fiatalon adósságot halmozzanak fel a magyar diákok, de ne azokkal fizettesse meg a kormány a háború árát és a kampány alatti felelőtlen osztogatásokat, akik csak a hitel felvételével tudják finanszírozni a tanulmányaikat.